Megtörtént az első bejelentés, dr. Lakos Roland sajtótájékoztatón számolt be arról, indulni szeretne Ceglédváros polgármesteri székért a júniusi választáson. Független jelöltként szeretné elnyerni a választók szavazatait. 2024-ben éppen 25 éve annak, hogy kiestem az iskolapadból, és ez idő alatt voltam ügyvédjelölt, voltam egyéni ügyvéd, egy pici ideig voltam közjegyzőhelyettes is, de ebből a negyed századból, közel két évtized csemőben telt önkormányzati igazgatás témakörben. 2004-től 2013-ig jegyzőként, 2014-től 2023-ig polgármesterként szolgáltam, és hitem szerint bizonyítottam az alkalmasságom. Az így megszerzett szaktudást és tapasztalatot szeretném most a ceglédiek figyelmébe ajánlani, mondta. Dr. Lakos Roland elmondta, nem csak azért indul függetlenként, mert véleménye szerint egy polgármestertől elvárható, hogy független legyen, hanem belső lelkületéből is ez fakad, fogalmazott. Én a szakmai típusú ö, település irányításban ö, Hiszek ennek, ennek komoly közösség kovácsoló erőt tulajdonítok, és éppen ezért ö, hívok és várok magam mellé mindenkit, aki akár a személyemet, akár az általam megfogalmazott célokat támogatni tudja, várom ide magam mellé. Elkészítette egy koncepciótervet is, ezt ma közé is tette weboldalán. A következő hetekben pedig mindig egy fejezet bővebben és részletesen kifejtve is megjelenik az oldalon. Nem konkrét adatokat tartalmaz ez az anyag, egy vízió, hogyan látja ő a jövőt de a közösségi oldalon is elérhető lesz mindez, oda is várja majd a választópolgárok javaslatait és gondolatait. Mert hogy azért ajánlkozom és azért vállalkozom, mert szeretném, hogyha sikerülne bebizonyítani, hogy ceglét közös és hogy tudok segíteni abban, hogy ez a város még inkább fejlődő pályára álljon. A Roland elmondta, mindenki polgármestere szeretne lenni. Ha valaki támogatásra alkalmasnak találja őt, hogy az elképzeléseit szívesen veszi, ha mellé áll. Úgy fogalmazott, számára a legfontosabb feladat, hogy június elejéig elhitesse az emberekkel, a város fejlődése a legfontosabb.